Sziasztok! Köszöntelek benneteket itt a Tesztelők csatornán. És ma nem egy rendhagyó autó bemutató live-ot fogunk nektek tartani, hanem eljöttünk az Autotechnika folyóirat főszerkesztőségébe. Itt van mellettem dr. Nagyszokolyai Iván úr, az Autotechnika folyóirat főszerkesztője és alapítója. Ugye jól mondom? Igen, köszönöm a bemutatást. Szervusztok! Arról fogunk beszélgetni, hogy mi a jövő hajtáslánca? Tulajdonképpen a jelenje és a jövője ugye a hajtásláncnak, valamint miért is megy ilyen irányba ez az egész folyamat? Mi ez az egész, mi van mögötte, ha erről szabad beszélni? Igen. Nagy örömömre szolgál, mert tény és való, hogy sok tévhit, információ hiány lengi ezt körül, holott azért valamennyire tiszta ennek a háttérképe. Kezdjünk is neki, ugye azért mindennek a hátterében az az aktuális kérdés van, hogy a klímaváltozás. Tehát egyértelműen ez van mögötte, és ennek mindenféle oldalága került ebbe a dologba be. A klímaváltozás kérdése nagyon régóta foglalkoztatja a szakembereket, a klímaváltozással foglalkozó tudós társadalmat, akik jókat vitatkoznak ezen, és mind a mai napig nem egyértelmű azért, hogy mitől is kell félnünk. Azért abban megegyeznek, hogy jobb félni, mint megijedni, tehát időben kéne valamit lépni, aztán majd kiderül, hogy jó irányba léptünk el. Ez egyértelműen a felmelegedési folyamat mérséklése, egy elfogadható értéken tartása, nehogy Isten megállítása. Tehát ez a bizonyos széndioxid probléma. Meg kellett nézni, hogy miért kerül a légkörbe széndioxid, mik a források, és hát bizony így jutottak el az autóhoz. Igen, de ugye ebből ki is derült bizonyos kutatások alapján, ugye, hogy az autó azért nem akkora kibocsátást ad a légkörnek, mint amekkorát ugye akár az ipari vállalatok. Sőt, hát nagyon is. Ugye különböző statisztikák vannak, Európa, egész világ, Amerika, ezek 20% körüli értéket mutatnak, és akkor is lehet, hogy egy picit túlzóak. Jó kérdés, hogy akkor miért az autót ütik velük? Ugye? Hát ez az autóipar és az autózás az egy jól szervezett, kézben tartható, polgárok által irányított, felhasznált, adózott dolog. Ezt könnyű megfogni. Gondoljuk meg, hogy egy háztartási dolgot milyen sokkal, vagy mezőgazdaságot mennyivel nehezebb megtartani. Úgyhogy nosza rajta irány az autózás. Megtalálták a vadászterületüket erre. Igen. Viszont az autózás, mivel ugye keveset is ad, miért jó ez? Tehát ez van ebbe biznisz valakinek? Vagy mi lehet itt a probléma? De bocsánat, hogy tovább megyünk. Igen, megnézem a kamerát, mert nekem itt a számítógép nem jelez, hogy tökéletesen megy az élőnk, de megy, úgyhogy mert a kommenteket nem látom a gépen, úgyhogy akkor folytatjuk. Igen, hát ugye ott tartunk, hogy az autó milyen részarányú a szennyezésben, és hogy kinek az érdeke, már latinok is állandó ezt a kérdést tették föl, hogy kinek az érdeke? Hát azt nem tudjuk nagyon. Ugye itt történt már minden, hogy természetesen az olajbirtokos, olajkitermelő államok, természetesen az OPEC, vagy valami, ezek nem igen igazolódtak. Sajnos a világ úgy tud sodródni rossz irányba, és akkor a tőke, a befektetett, akkor már nem engedi, tehát akkor már hajtja a saját érdekeit. Mindenkinek vannak téveszméi, nekem is természetesen, hogy lehet, hogy valakik valahol azért, hogy a járműtechnika intenzívebb fejlődésbe legyen, megtörténjen valóban a hajtás, erőforrások változása, ezért ezt a nyakunkba varták. Az biztos, hogy ma kutatásfejlesztésben az autóipar az, amelyik vezeti. Messze nem a katonaság, űrtechnika, biotechnológia, hanem most minden fizikus azzal foglalkozik,
hogy az akkumulátorok hogy lesznek még jobbak, vagy végre lenne akkumulátor, technika leváltás és minden egyéb. Nagy dolog ez, a mérnököket kapkodják, óriási fizetésekkel viszik el a magyar ifjú embereket is, mert ez van ma a toppon egyértelmű. Igen, és ugye fejlesztik az akkumulátorokat, viszont én néhány videódat megnéztem már a YouTube-on. Nagyon tetszettek a videóik, és tetszettek, amit ugye a pódiumbeszélgetés, a 2019-es pódiumbeszélgetés. És ha jól emlékszem, pont abban a videóban volt, hogy azzal nem foglalkoznak, hogy az akkumulátor előállításakor mennyi CO2-t bocsátanak ki, ugye? Annyiban hadd tegyem hozzá, hogy azért ez az elején, ha úgy nagy vonalon át is mentek fölötte, a előállítási problémák és a recycling probléma, ami akkor még nem is találkoztak vele, na ez ma nagyon napirenden van, és azt kell mondani, hogy nem kedvező színben kedvező színbe állítja be az akkumulátor technikát, de én technikai fejlesztés, fejlődés híve vagyok, sok mindent megoldottunk már. Tehát itt is nagy valószínűséggel bizonyos problémákon túl lehet lenni. Ami nehezen az, hogy a szükséges alapanyagok, rész, kóbalt és társai, amelyek az elektródákhoz kellnek például, akárhogy is nézzük, kevés van a világon belőle, nagy üzleti manipulációk, nincsenek túl jó földrajzi környezetben, tehát veszélyes környezetben vannak. A lítiumról nem is beszélve, Kína szerencsére, hogy neki egészen jó helyen vannak, Chile, de azért a feltárások mennek. Szóval azért az akkumulátor a kulcskérdés, és a villanyautózás vitathatatlan, hogy a jövő. Én azt hiszem, hogy a CO2 csökkentésben ez a legnagyobb ütőkártya, de beszéljünk arról, hogy vannak alternatívája is, amit a villamos lobby ma próbál elnyomni, de más erőforrások is a dologban vannak. Nézzük csak meg ezt a CO2-t először. Ugye azzal van bajunk, ami az ősi CO2, tehát a kőolajban, földgázban lévő széntartalom és oxidációja, amit most dobunk ki a légkörbe. De van egy másik csoport is, a friss CO2, például a növényekben, a hulladékban lévő széntartalom és utána abból a CO2, de a szintetikusok is tulajdonképpen nagyon kedvezőek, ezért például az egyik fontos perspektíva, alternatíva a szintetikus motorhajtóanyag, mert annak nulla a CO2 kibocsátása. Igaz, hogy a kipufogó csövön kijön, de amiből készült, annak ez már az átalakított változata. Ugye szoktuk mondani, hogy a biotüzeli anyag azért is jó, mert a légkörből a CO2-t befogja, a motor kiadja, tehát az egyenleg nulla. Nem ilyen szép a helyzet, messze nem ilyen szép, de sokkal jobb, mint a kőolajforrású. Igen. Viszont még egy kicsit kanyarodjunk vissza. Ugye az imént azt mondtad, hogy az elektromos autók a jövő, illetve vannak alternatívák, amiben lehet a jövőt látni, hogy miért nem akkor ezzel a természetes alapú tüzelőanyaggal foglalkoznak fejlesztési szinten. Talán az kevesebb energiát és kevesebb pénzt is emésztene fel, nem? Na ez az, amire én nem fog tudni most válaszolni, de miután én azok közé tartozom, akik össze-vissza olvassák magukat, de főleg azért jobb konferenciaanyagokat nézek át, ezek vitatott kérdések. Nincsenek meg a pontos gazdasági számítások, nagy indulótőke kell a pilotüzemekbe. Úgyhogy ez ma egy nagyon nyitott kérdés, ennek is vannak hívei, ennél is van gazdasági lobby természetesen, úgyhogy igen, nincs egyértelmű válasz még arra, valahogy a villanylobby erősebb, előbbre is jár valamivel.
De ugye nézzük meg akkor a nagy vetélytársat, mert vitathatatlan, hogy az a bizonyos tüzelőanyag cella, amelyik hidrogénből állít elő elektromos áramot, és az idézőjeles kipufogó gáza, ami nem is gáz, hanem a vízcsöpök a kipufogó cső végén, ez környezetvédelmileg ilyen módon tökéletes, ha nem nézzük azt, hogy a gyártás, mai gyártás mennyi CO2 termel. Ha tudjuk azt, hogy zöld lenne a hidrogén, ami azt jelenti, hogy az előállításához nem kell valahol CO2, mert hidrogént nem csak például vízbontással lehet csinálni, hanem kémiai folyamatokkal, aminek van CO2 vetülete. De ez tisztítható, ez tisztábbá tehető, és pár perc alatt tankolható, és nagy a hatótávolság. Egyértelmű, több államban, Toyota dicsérni szoktuk, mert nagyon tiszta a koncepciója, ő szerinte a nagyhaszonjárművek, autóbuszok jövője tüzelőanyag cella. Ilyenkor az a kérdés, mert amit fel akartál tenni, de nem megerem, hogy a hidrogénellátó hálózatok. Hát ugye nem ördöngös, ki kell építeni, és nem valami olyan infrastruktúra, amelyik árában óriási. Megvannak a hidrogén gerincvezeték tervek például már Európában, amikor nem tartályautóval visszük oda. Egyértelműen azt mondják, hogy a földgázt ki kell vezetni Európából, mert a földgáz ősi CO2 forrás, és az nem megoldás. Tehát a földgázvezetékeken kell hidrogént továbbítani. Ezek nagyszerű tervek, és az egész tüzelőanyag cella felhasználás annyira komplex tud lenni, hogy nagyon ígéretes. Nem tartott, hogy nagy sorozatú gyártása lenne, pilotprojektek természetesen vannak, pár gyártónak van ilyen modellje, eladott már 2-3-4-et, teherautók futnak Európában, például a Hyundai-tól pilotprojektben. Egy cikkedet ki is tett. Én ennek nagy híve vagyok, azt kell mondanom, reális alapokra. Reálisabb, mint a most az elektromos autó projektek? Mit lehet látni, hogy most ugye itt a legnagyobb problémát az jelenti, hogy nagyon-nagyon megy a marketing az elektromos autók irányába, ugye, hogy vegyél elektromos autót, ez lesz a jövő, vajon hosszan fenntartható jövő lesz ez, vagy ez csak egy alternatívája lesz a A-ból B-be való eljutásnak a közlekedésnek? Ugye ezek nagyon jó kérdések. Ugye az elektromos autóval szemben ma az a fő kifogás, hogy egy dinamikus használatra csak beleugrom, elmegyek ide és szóltak és átmegyek a másik helyre, arra nem alkalmas. Hosszú töltési idők vannak, egyértelmű, hogy ez az egyik legnagyobb bánata. Ható távolsága korlátozott. Ugye ma halljuk, hogy már ennyi meg annyi a hatótársa, ne felejtsük el, hogy döntően úgy születik meg, sokkal nagyobb akkumulátor van benne. Tehát nem attól, hogy az akkumulátor valami nagyon jó lenne, a jelenleginek kétszer-háromszorosát tudná. De hát súlyba is jelentkezik mindenben. Igen, szóval ezek a problémák még nagyon benn van. Megint hadd mondjam azt, hogy bízunk a fizikusokban. Idáig is csoda dolgokat csináltak, naponta jelennek meg fejlesztési eredmények. Ma még a kis lépésekkel előre. Nem ez lesz a megoldás, itt váltani kell. Ugye hallunk a szilárdtest akkumulátorokról, ami vagy jobb lesz. Nagyon nyitott a helyzet. Ma egyértelmű azért, hogy a villanyautózásban van a legtöbb pénz, a legnagyobb propaganda, a legnagyobb nyomás, és nem ismerjük még a hátulütőit. Tehát kell egy pár év arra, hogy kiderüljen, hogy hol merre nem is annyira jó ez. Igen, igen. Mit lehet mondani a robbanomotorról, ugye? Mert azért valljuk be, mi azért benzinvérőek vagyunk. Én is. Jó magam, én annak vallom magam. Nem mondom, hogy rossz az elektromos autó, mert bizonyos célra biztosan jó, akár egy városi közlekedésre. Szoktuk mondani, hogy második autóként. Igen, mindig kell egy első autó, ami bevethető. Na pontosan, én ugyanezt mondom.
Ha valaki egy városba közlekedik napi szinten, hát vegyen elektromos autót, ha ki van otthon építve, a napelem minden is működik neki. De hosszú távon mi lesz a robbanó motorokkal? Mit látsz, hogy vége lesz tényleg? Tehát 2050-re azt mondjuk, hogy már egyáltalán nem lesz robbanó motor? Nem, tehát nem tudunk olyan autót venni, ami mondjuk benzinnel vagy gázolajjal üzemel? Hát megint nehéz kérdés. Ez való igaz, hogy 2035-2050-et mondunk arra, hogy na, akkor vége van a belső égési motoros hajtásnak. A belső égési motorral önmagában nincs probléma. A tüzelőanyagával van probléma. Ha szintetikus, úgymond új széntartalommal, új CO2-vel, akkor ezzel semmi baj nem lenne. Én nagyon hiszem azt, hogy ez jóval meghosszabbítja az ő életét. De azonnal felmerül az, hogy a kipufogógáz szennyezés. Igen. Kérném szépen, hadd mondjam a úgymond a legfrissebbet. Ütik-vágják ezt a szegény belső égési motort, most azt találták ki, hogy még a műszaki vizsgán is, ez már napjaink történet. A kipufogógázt a részecske szűrős autóknál, ez dízel és benzines is, föl kell szerelni, és azt úgy minősítjük, hogy a kijövő részecskéket darabszám szerint számoljuk, és a megszámolt darabszám, ha egy értéket túllép, akkor van baj. Igen. Na most a hazai kutatások, mert például a Közlekedéstudományi Intézetben folynak mérések, az úgy szól, hogy megmérjük a környezetben lévő, amit mi minden nap beszívunk, részecske, darabszámot valami fajlagos vetítéssel, és utána bedugjuk egy dízelautóba, és abba kevesebb jön ki. Tehát a dízelautó tisztítja a város levegőjét. Igen. Ezt nyugodtan el lehet mondani nitrogénoxidra is, és az összes többére. Ugye azonnal beugrik a Volkswagen botrán ügye. Pontosan. Ugye ott is, ott a nitrogénoxid volt kulcs szerepben. A nitrogénoxid nem technikai csökkentési probléma, hanem menedzserügyeskedés. Hát szóval ez volt Amerikában, amikor elvitték, nem akarok erről hosszan beszélni, be kellett vezetni olyan műszaki korlátozó intézkedéseket, hogy a fogyasztást azért ne roncs annyira, mert az amerikaiakhoz úgy ment el a Volkswagen csoport, hogy a legjobb fogyasztás értékű. A kipufogó rendszerben a kipufogó tisztításnak van energiaigénye, tehát az sajnos kicsi fogyasztásnál is. Összefoglalván, a belső égési motornak szerkezetileg nincs baja, kipufogógáz tisztítás ügyében szintén ma nincs baja egyáltalán, a tüzelő anyagát kell szintetikusra változtatni. Folyik a küzdelem ezért. Még gyenge lábak. Így, hogy ma beszélünk. És egy év múlva, ha beszélünk, akkor talán magabiztosabbak lehetünk. Biztos, hogy szabadon foglak és vissza fogok jönni, viszont most nézem, hogy nem azon a csatornán indítottam a live-ot, amit szerettem volna, de nem probléma, hogy jó páran néznek, a retrovasak oldalunkon indítottam, nem a tesztelőkön. De nem probléma, mert ott is ez még az izgalom kérdés, igen, mindez a téma is jelenti. Ha már itt vagyunk a retrovasak oldalon, akkor még felteszek egy kérdést, vagyis jó pár kérdésem van még, hogy mi lesz velünk, akik a retro autókat kedvelik, létezik az, hogy pár év múlva már nem mehetnek be a fővárosba egyáltalán, és utána is már csak bizonyos időközönként mehetünk ki az utcára, vagy ez még azért távol van? Hát először is Isten éltesse a retrovasok összes hívőjét, én is azok közé, ők közéjük tartozom. Látjuk azt, hogy ezek a forgalom korlátozások, ez döntően politikai érv. Éppen az a városvezetés például Németországban, nincsenek egységes állami intézkedések, egy város úgy gondolja, hogy ettől népszerűbb lesz, hát nem lehet népszerűbb, azt látjuk. Visszavonják, módosítják ezeket az elképzeléseket. Na most azért a veterán járművek száma, forgalmi viszonyai értékei nem lesznek sohasem azért úgy gondolom meghatározóak egy összennyezésben. Én nem félnék ettől. Keseríteni se tudják az életünket? Tehát mi, akik nagyon szeretjük az öreg járgányokat. Ugye itt ilyen 25 plusz, 30 pluszos autókról beszélünk.
van arra a sansz, hogy megkeserítik, vagy igazából békén hagynak bennünket, annyira ellenyészünk? Politikus személyétől múlik. Ezek nem exakt fizikai, tudósi csoportok. Ez karrierizmus egy adott politikus esetében, városvezetésben. Budapest is, mintha kijelentette volna, hogy és akkor ide, ők nem mennek meg, ezek nem mennek. Dobálózás a levegőben. Én úgy gondolom, hogy ez egyáltalán nem jön. Sőt, azt sem hiszem, hogy utólag valamilyen kipufogógáz tisztító rendszert felszereltetnének a veterán járművekre. Ne féljünk. Ne féljünk. Jó, ebben nagyon örülök. Egy belátható időhatáron belül. Nem kell félni tőle. Jó, mert ugye itt azért innen-onnan különböző dolgokat lehet olvasni. Ugye mi, aki médiában foglalkozunk, jobban benne vagyunk a dolgokban, és lehet olyanokat olvasni, hogy majd Budapestre egyáltalán nem engedik be. Nekem is volt egy olyan kérdésem, pont az egyik olvasónk írta, hogy szeretne venni egy 25 éves autót, hogy már akkor ne vegye meg, mert lehet, hogy már Pestre nem fog vele bemenni, hogy nyugodtan vedd meg. Hát ha OT rendszámos, biztos, hogy más elbírálás alá kerül, mint igen, a normál rendszámot kap, azt elgondolom. Visszatérnék a legelső kérdések, egyik kérdem az embernek ilyenkor jut, szép a dolgok, hogy miért az autó? Az, amelyiket ütünk, verünk így például a CO2 kibocsátása miatt. Tudni kell, hogy az a hatékonyságot mutató szám, hogy 1 kg CO2 megtakarítása hol mennyibe kerül, az autó a legdrágább objektum. Egy mezőgazdaságban, egy iparban sokkal olcsóbban lehetne ezt a CO2-t megtakarítani, mint autóban. Na ez is egy jó kérdés, hogy miért erre másztak rá. Hajlan, ez mindenképpen a dologhoz tartozik. És azt is lehet látni, hogy ma egy belső égésű motoros Golf, vagy pedig az ID3, ID4 összehasonlításában a villanyautó hihetetlenül drága. Vegyük bele az állami dotáció őrült pénzeit, ami több országban van. Az USA is most nagy pénzeket akar dotációba adni a villanyautókra. A villanyautó triplán drágább, mint, és nem is biztos, hogy hozza azt az eredményt a környezetvédelemben, amit kell. Aztán ugye ilyenkor azonnal jön az, hogy na és elfogy a kőolaj. Igen, ezt halljuk folyamatosan. Elfogy a kőolaj. Én is elmondom, a 20-30 éve mindig mondogattuk azt a történetet, hogy a kőkorszak sem azért ért véget, mert a kő elfogyott. Az arabok is nagyon jól tudják, hogy óriási az igény, és most előre vetítik 2035-re dinamikus kőolaj igény lép fel, amit lehet, hogy nem is tudnak ellátni. És okosak, mert tartalékolnak, mert nagyon sok olyan terület van az iparban, ahol a járműhajtáson túl, ahol a kőolaj nagyon kell. A gyógyszer, a csomagolóanyag, a repülés és társai, és ők tudják, hogy majd ott az értékesülni fog még jobban. De jelen pillanatban a föld kőolaj készlete idén több a felfedezett, mint tavaly volt. Tehát itt nincs arról szó, hogy most ott már nem csúrog a kútból. Igen. Nehezebb kitermelni, drágább alaolaj történet sem olcsó, de effektíven nincs olyan, hogy az elfogyás nagy veszélye. 2035-re a csúcs igényt jelentették be, hogy úgy gondolják, előrevetítve, és utána az igény fog csökkenni, de nem a kőolaj mennyisége és a földgáz, vagy legalábbis ez nem jelentősen, mert világot megzavar. És például azt sem felejtsük el, hogy a kínai gazdaság nagy részben szénnel alakul még mindig. Na pontosan. Ugye és itt, ugye ott a szénerőművek füstgázának tisztítása milyen óriási dolog nehézségében. Az Exxont olvastam éppen, hogy készültem a veled való beszélgetésre. Továbbra is a CO2 betárolása problématika van. Régi bányákban, németek régen csinálják, leküldjük. Aztán lesz, ami lesz vele, de most a légkörben nincs benne.
Hihetetlen érdekes sztorik vannak ebben az egészben. Viszont egy dolog még így nekem is, hogy elindította a gondolatmenetemet és eszembe jutott, és mondom, ezt felhozom, pont idefele úton is eszembe jutott ez, hogy ugye mi foglalkozunk itt Európában ezzel a nagyon komoly személygépjármű ipar tönkretevő károsanyag kibocsátással. Viszont a világ más, vagy a Föld más táján, más részén nem foglalkoznak vele. Holott a probléma globális. Így van, így van. Még egyszer azért szeretném mondani azt, hogy ez téveszt, mert ma már tulajdonképpen a kibufogó gáz környezetszennyező anyagai nem téma. Az Euró 7-est várjuk már, Euró 6-nak vagyunk az utolsó fokozatában, tovább fognak szigorítani, a technika megoldja azokat a kérdéseket, a kipufogó gáz nem szennyez. A baja, hogy CO2 van benne. Méghozzá úgymond régi CO2, tehát kőolajforrású. Nem, ettől nem félnék, ettől a vonaltól. Kína érdekes példa. 10-valahány évvel ezelőtt az volt a nagy propaganda, őrült pénzek, hogy átállni villanyra. Igen. 2 éve sincs, hogy felülbírálták magukat, és azt mondták, hogy virágozzék 1000 virág, vagy hogy volt az régen is, és itt mindennek helye van, amelyik a mai követelményeknek megfelel. CO2-ben, szennyezőanyagban, recyclingban, alapanyag felhasználásban, és mindenféle ilyen irányú fejlesztésnek utat adtak. És csinálják. Tehát itt a sokféleség egyértelmű. Tehát gondolj bele a hosszú távú kamionozás is. Na pontosan. Villanyautóik, villanyterautóik vannak. Igen. Veszik is őket, mert olyan helyeken, ahova behajtási télenben, stb. Oda nélkülözhetetlen. Városi terület. A lokáció miatt? Egyértelmű, igen. A hosszú távúnak az alternatívája a tüzelőanyagcella. Az USA-ban például az autóbuszok, ahol a tetőn a hidrogénpalackok jól elférnek, az nem kérdés, hogy ezt úgy kell csinálni. Igen. Mindennek megvan a maga helye. De egy kamion forgalmazásban, hát még nem tudom meddig. Szóval én már rég a felhőkön fogom lóbálni a lábam, és nézem, hogy itt mi történik lent, amikor ott még dízelmotorok mennek. Értem. A korszerű dízelmotor, mint hőerőgép, olyan csodálatos hatásfokú, ami már a fizikai határokat viszi, 45-46%-os termikus hatásfok, effektív hatásfoka van, benne a termikus is nagyon jó. Ez kiváló, hát erre csak dicsérni lehet. Akkor a repülőgépekkel tessék csinálni már valamit. Pontosan. Igen. Pontosan. Azt viszont nem bírom elképzelni, hogy elektromos repülőgépek elterjednének. Nem. Ugye? Ott is a szintetikus hajtóanyag nagyon fontos. Az a kerozin, amelyik nem valamilyen kőolajlepárlás egy frakciójából származik, hanem úgymond szintetikusan csinált. Igen. Ez egyértelműen, ez a jövő, de mikor? Ezzel is ügyelünk, de mikor. Ha valaki izgult volna most az előadás előtt, akkor ne izguljon. Akkor én is megnyugodtam. Viszont van egy kérdésem, hogy Kína elég érdekes ugye ebbe az autógyártás témába. Mert óriási piac, tőke, stb. Na pontosan. Viszont nem tudom, mennyire valósak az ismereteim. Azt olvastam, hogy 10 évvel ezelőtt a kínai belső égésű motorfejlesztés 20 évvel volt lemaradva az európai szinttől. Most már csak 5 év. Igaz ez? Hogy ennyit behozott? Azt kell mondanom, hogy valóban az, ami az első dátum volt, az igen létezett. Tehát ugye zárt piac volt. Igen. Nem igen törődtek semmivel, működik. Igen. Amióta nyitott piacon vannak, ugrásszerű a fejlődés, saját maguk fejlődtek, meg hát ott vannak a nagy bevitt technológiák. Igen. És a kínainak a filozófiája az nem olyan, hogy lekoppintotta, hanem az a filozófia, hogy a világon, aki kitalált valamit és jó, azt másnak is joga van használni.
ez az európai dolog, hogy ez az enyém, meg ez nincs, erre ő fittyetárnak. Végül is igazuk van. Igen. És ott van az összes nagy motortechnika, bármelyik, ugye a távol-keletiek akármelyik szenzációs a dologban. És ott az európai, hát ugye a BMW, Volkswagen-től, hát akárki a bármely. Szóval az, hogy ők fölzárkóztak, sőt, húzó erőt képviselnek, ma ez a helyzet. Ez a helyzet, és mindenki Kínára figyel. Ezt vegyük tudomásra. Ezt vegyük tudomásra. A gagyi kínai termék, hát hogy ne lenne? Az jött ide, mert mi az olcsót megvettük. Pontosan. És az, hogy ott mi a tökéletes termék, az nem jutott el, mert az legalább ugyanolyan drága volt, mint a mi. Igen. Tehát ne általánosítsunk a kínai gagyiról, azt viszont figyeljük, hogy úgy lekoppintanak mindent, és jobb lesz, mint volt. Hát, igen. Nagyon kíváncsi leszek rá, ugye nem is a retrovasak célközönsége most a kérdés, ugye mert a tesztelőkre akartam ezt a live-ot indítani, de nagyon örülök, hogy ennyien a retrovasak közönségéből is nézik, hogy jön befele egy új kínai márka, vagyis már itt van, nem tudom, hallottál-e róla, a Dongfeng. A márka híres, olyoly. Ő már itt van, itt van. Képviselettel építi a hálózatokat, és pont beszéltem az ügyvezetővel, és milyen autók, milyen hajtáslánccal lesznek forgalomba helyezve, és mondta, hogy lesz elektromos, és lesz egy 5-ös turbó benzines is. Hát, nézd, arra a piacra, amiben akar menni, nem mintha a kínai előírások nagyon hátrább lennének. De amelyik piacra akar menni, ott teljesíteni kell, hisz nem kap típusengedélyt. Tudjuk azt x évvel ezelőtt, hogy bejöttek, ütközési tesztek, megbuktak csúnyán, mi kinevettük őket, nem tettük jól, ők ezt a fiaskót ezt elviselték, tanultak belőle, már nem olyanok. Tehát egyszerűen a kínai autógyártás, hogy nemzetközileg megállja a helyét, hát ott gyártat a Volkswagen-től kezdve mindenki. Hát azokat a minőségbiztosítási elveket kell értelmezni és alkalmazni. Így van, így van. Nem félek én ettől. A Kína hatalmas, sok arca van, amit követelmény szinten meg kell csinálni, azt megcsinálja. Teljesíti, és onnantól kezdve jó. Igen, igen. Én most azt nézem, hogy én egy-két olyan gondolatot írtam fel, hogy mondom, hú, azt szívesen elmondom. Én szívesen meghallgatjuk. A pillanat itt az előbb utaltam arra, hogy egy mai Golf kontra az ID3, az hogy áll anyagi bilanszban élettartamában, és azt írja egy német jó forrás, hogy ez a két autónál az államvesztesége az élettartama alatt darabonként 20 000 euró. Mert az állami támogatás, szubvenció, minden, ami ehhez van, az terheli ezt őrült módon. Kifut ez valamikorra, de ma nem feltétlenül kedvező. Akkor hogy azt szoktuk, csak egy kérdés van, szabad ne feledd, nagyon érdekes kérdést kaptunk. Na. És úgy gondolom, hogy erre válaszoljunk mindenképpen, hogy azt írja Orosi Kristóf, a modern dízelek légtisztító hatására kérdezné, hogy magára zárná-e az úr a garázs ajtót járó motorral. Mi az, hogy nem szennyez a nanorészecskék a DPF eredményeként? Mutatom a kérdést. Igen, hogy... igen, jó, köszönöm, értettem. Hogy az jó, hogy magamra zárnám el az ajtót. Hát biztos, hogy nem, mert ugye éltető oxigén nincs benne, hanem CO2, tehát megfulladnék, de látom, így van. Tehát ott nem. De ő nem is ezért kérdeztem, hogy a szennyező anyagok. Ne felejtsük el, hogy egy zártéri szennyezés és egy emisszió jellegű, tehát egy nyíltéri az egy nagyon nagy különbség is felhígul a szennyezés. De ezt a népek, ez nagyon érdekes kérdés, hogy a nagyobb common rail gázolajbefecskendezési rendszer ma már 2500-2700 bármi is van, sokkal kisebb részecskéket csinál, és akkor sokkal veszélyesebb a tüdőre, mert mélyebbre megy.
ne felejtsük el, hogy a belsőégési motorból távozó részecske azért nagyon veszélyes, mert rákkeltő szénhidrogénok tapadnak rá. Ezért tekintik a belsőégési motorból jövő részecskéket a legveszélyesebbnek, és ezért is születtek a koronszűrők. Hogy átmegy rajta valamennyi, ezt a kísérletek mutatják, ez nem titok, olyan 99,9-re leszűri. Óriási eredmény, egy Icarus 200-as után mentünk, és nem is láttuk, hogy jól kell előzni. A finom részecskék valóban kijönnek, de még egyszer hadd ismételjen meg, amit a hazai mérések mutatnak, hisz ma folynak tapogatózó mérések. A környezetben lévő szennyezési koncentráció nagyobb, úgy általában, mint a kipufogócsőből kilépő. Ezen nincs mit vitatni, igen, mert a műszer megmérte. Igen. És akkor szokták mondani, hogy amikor regenerál a dízel koromszűrő, és akkor bizonyos fehér szürkés füstöt látni, igen. Ugye a regeneráció során a koromszűrőben egy leégetési folyamat megy végbe, a kerámia szűrőnél óriási a gáznyomás, és az erre a periódusra valamennyit átnyom. Piti dolgok ezek. Szeretném mondani, az ahhoz a jó téteményét, amit ez alkot a régi világhoz képest, a semminél valamivel több, de nagyon kevéssel. Igen. Megnyugtatom az illetőt, hadd nyugtatom. Aki átfúrta a koromszűrőt, kiütötték, ablakot vágtak rá, stb. Hát én tanáremberként hadd mondjam, az emberiség ellen követ el bűntényt, és szoktam mondani autószerelőknek is, hogy ha van unokája és félti a jövőt, ő ilyet nem csinál. Pontosan. Meg szoktak mosolyogni. Hát igen. Hát szóval ez sajnálom. Na, erről ennyi. Köszönjük. Én nagyon remélem, hogy valamennyit hozzá tudtam tenni. Még jött egy kérdés. Mégpedig azt olvasom, hogy Vojtila József, a modern kétütemű motorok mennyire szennyeznek a mai modern kétütemű olajokkal? Vannak ugye füstmentes szintetikus olajok, azok annyira nem szennyeznek? Igen, a kétütemű motor szeretete nagyon sok emberben benne van. Rengeteg kísérlet volt az utóbbi időben, és tudjuk, hogy a nagyobb motorkerékpároknál sincs már kétütemű erőforrás. Nem lenne baj a kétütemű motorral. Kipufogógáz minőség biztosításához egy rendkívül bonyolult utókezelő rendszer kell. Kérdés az, hogy megérje, mert úgy önmagában akármilyen trükköt dobunk is be, a mai koncentrációs határértékeknek nem felelnek. Sajnos a kétütemű motor részben elfelejthető, attól függ, most hadd mondjam azt, hogy attól függ. Beszéltünk arról, hogy a belsőégési motor jövője mi. Igen. Ismét előtérbe került, hogy a belsőégési motor járjon hidrogén-levegő keverékével. Tehát keverékes motor, gyújtószikrás motor, nitrogénoxidokat termel, tehát kell egy SCR, AdBlue, stb. Rendszer hozzá, de egyébként más baja nincs, CO2-t nem termel. Kérem szépen, figyeljünk erre, mert ebből lesz valami. Egy hidrogénes kétütemű motor elképzelhető, ahogy a vankeleknek is voltak és vannak hidrogén keverékű motorjai. Nem záródott itt le semmi, kérem szépen. Ne tessék kidobni semmit, egyelőre a kispolcra oda kell tenni, mert ezek feltámadnak valószínű. Tűzelő anyag kérdése, megint visszajutottunk, igen, oda, hogy ne kőolaj vagy, igen, földgáz alapú legyen, és úgymond ősi szemet tartalmazzon. Ez ennyi. Ja igen, itt még volt, hogy ugye ilyeneket mondanak ma, hogy az autó tulajdonképpen szoftver termék, az autó egy szoftver ma már, a Volkswagen azt mondja magának,
hogy ő egy szoftver kompetenciában erős, és némi hardware van azért mögötte. Tehát megfordította egy egész filozófiát, és hát ha körülnézünk majdnem is, valahogy a napjainkban, de a közeljövőben egyre inkább távolról irányított tartunk lesz. A gyártunk mindent lát folyamatosan, a márkaszerviz mindent lát folyamatosan. Jó is, jó dolog is ez, mert baj esetén időben lehet intézkedni, stb. Gondoljunk bele a nagy vasakra, a nagy haszongépjárművekre. Az, hogy ő bemenjen egy szervizbe programot frissíteni, mert hát az óhatatlanul van, az neki őrült veszteség. Hát egy napig áll az autó. Ma ilyen nincs. On the air minden, jön a levegőből, maga lefrissít és megy tovább. Nem kell emiatt megállni. Hát a többi technika is. De ez az autó már úgy nem az enyém, már másoké. Pontosan. Megosztott, nem tudom. Ki hogy szereti. Igen, szeretni. Hát jönnek majd az előfizetőses autók is, előfizetőses frissítéssel, mindennel nem kell bemennem a szervizbe, csak fizesek, mert megoldják távolról. Hát, hát mondták, hogy a mai ifjúságnak már az autó birtoklása már nem téma. Igen, pontosan. És ha igen, ki tudja azt, az az ifjúság is lesz középkorú és idősebb. Az biztos, hogy kicsit visszafogottabb a dolog, hogy szokásváltozások van. Na erre majd lesz egy kérdésem. Igen. Most viszont írt szintén Kristóf, aki az előbb, hogy ha ez igaz, érdemes lenne a levegő munkacsoporttal egyeztetni, mert teljesen más a véleménye és számos kutatás és tanulmány szól az ellenkezőjéről, és épp a dugódíj mellett kampányolnak. Nem azt mondom, hogy eleve nem betaláltál ezzel a kérdéssel, de ez a munkacsoport, ez a levegő, hogy is így a levegő? Levegő munkacsoport. Levegő munkacsoport, híresség és nagyszerű emberek vannak. Hát nagyon szélsőséges a dolog, azt kell, hogy mondjam. Sok mindent lehet köszönni nekik, de általában a környezetvédőknek, mert a kipufogógáz tisztítás különböző fázisai, hogy a nitrogénoxidokra le kell csapni, és a részecskékre, az jobbára az ő intenzív tüntetésük, harcuk eredménye. Hát egy autógyártó nem akar magának költséget csinálni. Pontosan. Tehát egy autógyártót rá kell kényszeríteni arra, hogy tisztulja a dolog. Ők képviselnek egy nézetet, és ugye ha azt nézzük, hogy az üzemeltetett autó, amelyik manipulált is, megint csak hadd használom kifejezést, a kipufogógáz visszavezetés ki van ütve belőle, a koromszűrő ki van ütve belőle, tehát globálisan problémákat okoz, ezzel én egyetértek. Az, hogy jó lenne velük egy műszaki konzultáció, akik úgy azért a motortechnikát, autótechnikát ismerik, vagy rendszeres, annak nagyon pártján lennék. Ugye? Ámen. 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 Okay. Még azért egy dolog ide, Frankfurtba, ha jól emlékszem, ez most volt a pandémia alatt, ugye, hogy megállt az élet, volt ugye ez a leállás mindenhol, és nem tisztult a levegő. Igen, hát akkor... borzasztó jó kérdés az, hogy és mi volt az oka, ne felejtsük el, hogy egyáltalán a városszellőzés, a meteorológiai viszonyok, az ott lévő autóállomány, én gondolom, túlnyomó többségében kifogástalanul tiszta, biztos. Annak megfelelően tiszta. Igen. Úgyhogy ezt a tudósok legyenek szívesek vizsgálják, hogy mi a helyzet. Kérem szépen, annyira kényszerítik az autógyártót, példának okáért mondom az új Euro 6D előírásnak egy részét, miszerint is az autógyártó köteles, megvan a rendszer, üzemeltetésben lévő autót magánszemélytől, flottáktól időnként bekérni, kárpótolni kell őket a kiesésért kölcsönautóval, megmérni, hogy egy sokat futott autó most mit tud. Pontos. És abban az esetben, ha ott megbukik ez az autó, tehát ami Jóska Pista bácsiból érkezett be a gyári vagy a megbízott laborba, azt nem engedheti meg magának az autógyár, hogy ott megbukjon, mert ez nagy pénz. Egyértelműen nagy pénz
a büntetése ebben a témában. Azon kívül a típusvizsgálatnak nagyon hosszú tartampróbákkal is igazolnia kell, hogy mit tud az autó hosszú futás után. Pontosan. Ettől még persze a világ nagyon összetett és sokféle, de ez jó felé halad, egyértelmű. Ha jó felé halad, akkor csak örülünk. Hát örüljünk neki. A világ nem olyan szép, mint ahogy esetleg a jogalkotók elképzelik, de sok eredményt értünk el. Mindenben meg lehet találni a szépet, nem? Az ugye? Igen. Jó oldalát lehet nézni. Igen, valaki szokta mondani, hogy én nézem az autóknak a kipufogógáz tisztító rendszerét, mi a fene? Hát mert nekem szép. Ki mire kíváncsi. Jönnek a kérdések, közöllenek, úgyhogy nem is bánunk, hogy a retromasakon indítottuk az adást. Nagyon jók a kérdések. Írt egy Hubert Dimitrov nevezetű úr, a belső égésű motorral szerelt járművek kiváltása elektromosra, ezek legyártása, nem? Ha tovább mentünk. Tehát a belső égésű motorral szerelt járművek kiváltása elektromosra, ezek legyártása nem szennyező a nem szennyezi a környezet annyira, mint a meglévő járművek korszerűsítése? Világon több milliárd gépjármű van, ezeket lecserélni nem kevés anyag és ipari tevékenység. Nem is önszóban. A legnagyobb kritika, amit az EU felé is, de sok felé lehet mondani, képtelenek a globális gondolkodásra. Tehát kiragadnak egy témát, azt nagyon jónak találják, és a vonatkozásai úgymond nem érdekli őket. Igen. Ami a teljes egész, tehát a recycling, stb.-ben dobjuk el minden alkatrészt, gyártsunk újat. Hát ez is egy őrület, értelműen például. Tehát ezek nagyon jó kérdések, és még egyszer szeretném mondani, hogy az, hogy egy európai irányító szervezettől elvárható, hogy széles spektrumban gondolkozzanak egy-egy intézkedéssel, ez nem megy. Ez valahogy nem megy neki. Valami megtetszik, azra lovagolnak, őrült pénzjónak, és kiderül, hogy tele van árnyoltalakkal. Az, hogy a belső égésű motoros autóban villanymotort helyezenek be, az nem alternatíva. Az nem. Az hobbi lehet, nem is könnyű megcsinálni, a magyar engedélyezési eljárásban szinte lehetetlen is megcsinálni. Van olyan, aki megtette, nem akarom megnevezni, én ezt szentségtörésnek tartom, amikor egy Porsche-ba, egy öreg Porsche-ba beleteszünk egy videót. Nyugaton is, ez megy ez az üzlet, a kéfenekre, az a Bogár Volkswagen-nek átépítése, ezek aranyos kuriózumok, tehát egy ilyen átállás. Például volt egy olyan, hogy Euró 4-es dízeleket utólag olyan kipufogógáz tisztító rendszerrel felszerelni, amelyik Euró 5-re, ne adj Isten, 6-ra tudja felhozni. Technikailag megoldott, borzasztó drága, erre a német állam, mintha mindenre lenne pénze, erre nagy pénzt adott. Ez úgy butaságra, hogy van. Ez egyértelmű. Következő kérdés. Mennyire igaz az, hogy a kétütemű motorból könnyebb lóerő teljesítményt kihozni, mint a négyüteműből? A négyütemű kisebb köbcentije, nagyobb teljesítményű, mint a kétütemű? Ezt a kétütemű motorban hadd ne bonyolódjak bele. A kétüteműnek is természetesen sok fajtája van. Tehát az úgynevezett forgattyúsház elősűrítésű klasszikus megoldásoknál annyi a mindenféle veszteség, hogy az nem menthető. De a legjobb hatásfokú nagy motorok például az úgynevezett egyenáramú, közvetlen befecskendezésű kétüteműek. Tehát alulról megkapja a friss levegőt, amit öblít, rések lezárnak, fölülről befecskendezés, ez benzinesben is megvan. Na, ez egy kiválóan jó motor. Tehát attól függ, melyik technika, de a kétütemű az már azért az nincs napirenden, inkább azt merem mondani. És úgy látszik, ahogy szegény Vanker sem, pedig hát mindig akarnak, de már inkább a híres gyártóját is csak az hajtja, hogy a nevet még őrizze.
Nem, inkább nem, sajnos nem. Jó, akkor menjünk tovább. Sajnos nem. Nem érdemes pénzt. Nem érdemes. Nem érdemes. Tehát mindenképpen ugye négy ütemű a jövő. Igen. Az, amit érdemes. Igen, annak ugye már annyiféle finom változata van, ez az Atkinson és Miller ciklusokkal kicsit módosított négy ütemű motor, amely veszteségcsökkentő. És az Otto motor szinte utolérte a dízelmotor hatásfokát. Soha nem hittük, pontos, hogy ezt meg lehet csinálni. Hát ugye a Mazdánál. A Mazda X-es, igen, vagy az is, annak igen, az X-ese is. Kínló ezer sebből vérzik, bocsánat, azaz még mindig vannak gyerekbetegségei, de a fejlesztés egy gyöngyszeme. Igen. Meglátjuk, hogy meddig ragyog ez a gyöngyszeme. Na menjünk akkor tovább, közben feleségem is kommentel, látom, kérdezi elektroszmog. Ugye arról nem beszél senki, az elektroszmog. Hát nem bizony. Igen, nem tudok hozzátenni semmit. Azzal mit teszünk? Az biztos, hogy nagyon vizsgálják. Igen. Tehát a járműveknek mindenféle kisugárzása az vizsgált. Megint az van, hogy az orvos társadalom nem tud egész pontos választ adni, hogy mi és milyen mértékben károsítja a most az élő szervezetekre való hatást beszéljük, ugye? Igen. Nem pedig az egyéb rendszerekre való hatást. Megint nyitott kérdés, lobby kérdés. Igen. Szabad-e távvezeték alá családi házat építeni, és ezek a kérdések. Igen. Nem szól arról, hogy a mobiltelefon szabad-e a mellény zsebbe tartani, vagy közel szabad-e tenni a fülünkhöz. Sok kutatás van, eredmény nincs. Eredmény nincs. Eredmény. Hát igen. Meggyőző eredmény nincs. Ez majd talán pár tíz év múlva az egészségünk majd találtam azt, hogy talán mi lehetett. Van még, közben egy feleségem szintén írta, hogy szerintem nem arról beszélnek, hogy jó a jelenlegi helyzet, csupán annyi az üzenet, hogy nem biztos, hogy az elektromos autózás a megoldás. Igen. Várjál, mert mindenképpen van helye a nap alatt. Tehát igen. Azt látjuk, hogy adott helyen, adott feladatra van. Nem egy globális megoldás. Nem egy leváltó globális megoldás. Igen. Van helye a nap alatt, van olyan hely, ahol azt kell mondanom, hogy szinte csak ő, mert a zajkorlátozások is vannak, a CO2 mentesség, mindenféle szennyezőanyag mentesség adott helyen, nem nagyon van annak alternatívája, hisz a, tulajdonképpen a tüzelőanyag cella sem annyira. Igen. Na most tulajdonképpen ugye van helye a nap alatt, teszem azt egy városba. Gondolom én, mint amit a beszélgetés elején igen, beszéltünk, hogy ha két autója van valakinek és sokat jár a városba, akkor egy elektromos az úgy megfér, de ha azért legyen mellett egy normális autó is, ugye? Hát valami... jobbára, bocsáss meg, az én példám az egyszer az, hogy én Győrtől 12 km-re lakom, autózásom javarészt ezen távra korlátozódik, bejövök Győrbe, fölülök a villanyvonatra és úgy megyek tovább. Egy villanyautó nekem ideális. Igen. Napi, max 30 kilométeres táv, szervizgondjaim sokkal kevesebbek lesznek benne. Egy év után legfeljebb a navigációs programomat frissítenék, és máshoz nem kell hozzányúlni, stb. Stb. De itt van a megtérülés. Igen. Ugye? Mert ha jól tudom, ez... egy modern dízelautóval jársz. Még az sem, még az sem, még az sem, igen. Egy olyan nagy árok, ami gomtalan, ez azt jelenti, hogy nem turbós, benzines, nincs common rail injektor váratlan. Szívó benzines motor van. Igen, úgy döntöttem, hogy az autó nem azért kell nekem, hogy szervizbe hordjam, mert a foglalkozásomból kifolyólag járok szervizbe, nem a saját autó. Ez egy jó megoldás. Jó, na menjünk tovább. Írja szintén az előző kommentelő Hubert, hogy Hubert Dimitrov, hogy mi van hidrogén hajtás? Ó, már megint tovább mentünk, jaj. Hidrogén hajtással az környezetbarát, mert ugye annak égése vízgőz bocsát ki, víz, hidrogén víz. Igen, erről beszéltünk ugye. Igen, igen, tehát azzal nagyon jó, amit mondtál, ha versenyési motorba égetjük el, akkor a nitrogénoxid probléma egyértelműen ott van, annak a kezelése megoldott, csak föl kell rá szerelni.
De CO2-je nincs, ugye ez borzasztó jó. Igen. Az energiatartalma, a technikai problémáival már megküzdöttek, amennyit ez jelentett. Érdekes az is, hogy nagy haszonjármű motorokban megy, például az MAN-nél nagy intenzitású fejlesztés. Azt nem is tudtam, hogy az MAN, mert... Igen. A nagy dízelek. Ugye a nagy vas megmarad, mert igen, az kiváló, csak nem dízel befecskendezéssel, hanem hidrogén befecskendezéssel. Nagyon jó. Ami ma inkább szívócsőbe viszik be, mert úgy még gazdaság olcsóbb a szerkezet. Oké, lesz ebből valami. Bárki vegye úgy, hogy érdemes figyelni. Jó, nagyon jó. Akkor menjünk tovább a kérdésekbe. Szintén Kristóf, aki az előbb is írt, kiragadok belőle felhúzott ablakok, frissen cserélt aktív szenes pollenszűrő mellett brutálisan magas mikroméretű részecskeszámot mértünk egy autó utasterében, mely egy kb. Fél éves Euro 6D, vagyis létező legmodernebb dízelüzemű gépjármű mögött haladt. Mérésünk azt is jól mutatja, hogy a részecskék átlagos mérete is ennél a motortípusnál a legkisebb. A dízel technológia az összes fejlesztéssel, DPF szűrő, karbamid, adagoló rendszer együtt sem képes arra, hogy a legveszélyesebb 50 nanométer alatti részecskék számát és a nitrogén-oxid kibocsátást akár csak egy 20 éves benzines autó szintjére hozza. Hát ez érdekes? Ez érdekes, igen. Persze, hogy nem vitatom, vagy nem kétlem a mérésüket. Ugyan nem tudom, mivel mértek, nem könnyű ezt megmérni, az egyszer biztos. Annyit hadd mondjak el, hogy megint a koromszűrés egyéb technikában, hogy az az eredmény, amit a régihez képest elértünk, az óriási. Tehát ez itt vitathatatlan. Nitrogénoxidban üzemállapottól függ, de biztos, hogy 90%-nál nem sokkal, valamivel jobb a csökkentési hatások. Tehát senki nem mondta, hogy nem jön ki belőle. Igen. Van még egy dolog, ami mostanában került csak a látómezőbe. Az autó típus vizsgálatát azokkal a bizonyos görgősvadi menetciklusokkal nézték. Azt mondták, hogy ez a városi közlekedés üzemállapotait lefedi, ha ott jó, akkor elégedettek vagyunk. Viszont a motor ennél sokkal nagyobb teljesítmény, erősebb, nagyobb nyomatékú, tehát ha kilépünk a ciklus felügyeletéből, hát valami borzasztó jön ki az autóból. Mert a gyártó azt kellett, hogy az autó menjen, hát akkor veszik meg. Ahhoz pedig oda kell lépni neki, és kell hozzá a gázolaj vagy a benzin. Nem tisztították abban a mezőben. Az Euro 5 után az Euro 6 az, amelyik megköveteli, hogy városi, országúti, elővárosi körülmények között is bizonyítania kell az autónak, hogy tiszta a kipufogó gáz. Igen. Megint csak nem abszolút tisztaságról van szó, egy nagyon nagy mértékű tisztaságról van szó. És az első fázisban, amikor a mérési technikát kellett begyakorolni, akkor elég laza volt a nem görgőspadi, hanem a városi vizsgálatokra vonatkozó határérték. Most, amit most kell gyártani az autóknak, az ugyanolyan szigorú előírású, mint a VLTP nevű görgőspadi. Nagyot csavartak a dolgon, és az autógyártókat nagyon megcsavarták azt a valamiüket, hogy ez kijöjjön, ez az érték, vagy megszülessen ez az érték. Most megint azt lehet mondani, hogy ha szépen állnak a csillagok, akkor ez sokkal jobb. Igen. Tehát mindig az van, keresünk mindig, hogy... Ez pontosan úgy van, hogy én úttörő táboros voltam, szalmazsákon volt az alvás, és akkor jött a táborparancsnok és közölt, hogy az a rengeteg szétszóródott szalmaszál tessék összeszedni. Hát volt, bőven összeszedtük. Visszajön, akkor a kisebbek szúrtak szemet neki. Hát hogy? Hát még mindig nagyon. Azt is leszedtük. Megint bejön, hát ezen még mindig van. Na hát ez az a szemlélet, hogy igen. Hogy mindig, igen.
van benne szennyezés. De jobb, mint volt, hát ezt szeretném elfogadni. Pontosan. Itt tulajdonképpen én azt látom, hogy vannak különböző hívők. Ez olyan, mint egy egyház. Én az elektromos autót, én a belső égésűt, én a hibridet, mert csak az a, mégiscsak a... Szóval teljesen nulla nem létezik. Ugye? Nem, persze. Tehát, mert ha nem a közvetlen jármű mozgás okozza, akkor a gyártás, felkészülés, recycling, stb.-nél globális szemlélettel kéretik ezt tekinteni, és akkor megnézni, hogy mit hová teszünk az értéksorrendben. Pontosan. Igen. Még ezt is olvastam egyszer, hogy ugye talán lehet egy cikkedben, nem tudom már, hogy a fékbetét, is ugye a káros anyag kibocsátásában nem foglalkozott senki egy időben. Hát ugye a fékbetét port, amikor autót mosunk, és nyelvét látjuk. Pontosan. Hát az ma nagyon előtérben van annak a vizsgálata. Olyan féknyergek vannak már, amelyikbe a fékport egy, mondjuk mint egy porszívó zsákocskába begyűjtik. Meg olyan a betétek anyaga, hogy sokkal, nem semmit, sokkal kevesebb por szennyezés lép ki belőle. Nem szóval róla, hogy az anyag összetételét is nagyon szigorították. Igen, visszafogtunk belőle sokat, de valamennyi van. De azért ez megint csak nagy eredmény. Pontosan. Nagy eredmény. Azért ezt vegyük figyelembe. A villanyautó megint jobb egy kicsikével, mert keveset fékez. Keveset fékez, pontosan. Éppen most hallom, hogy olyan fékszerkezetekkel reklámoznak egy-két autót, hogy élettartam fékszerkezet, megbonthatatlan élettartam, mert nem használódik el. Majd meglátjuk, azt kérem szépen, hogy az otthon. Közben jönnek szintén Kristóf, hogy van még egy szintén, a József, tényleg érdemes az elektromos autó, ezt nem igazán, mivel az áram előállítás sokkal szennyezőbb, mint amennyit egy belső égési motorral felszerelt autó bocsájt ki. Hát ugye erről beszéltünk. Hát ez megint nagyon komoly vita tárgya. Akik autóval foglalkoznak, szeretik az autót, az Anisics úrnak a nevét, aki a dízelpápa, a BMW dízelese, sokan ismerik, ugye egy szolnoki származású, kiváló magyar motorfejlesztő. Talán ő volt a világon az első, aki azt megnézte, hogy CO2 kibocsátásban egy, azt hiszem dízel, hát ő dízeles, és egy villanyautó hogy is áll. És az első időkben, mert az elektromos áram előállításában nagy a CO2 kibocsátás, 200 ezer kilométernél előzi a villanyautó CO2-ben a dízelt. Benne a gyártás és minden egyéb. Na ez sokat javult. Most már 100 ezernél vagyunk. Na de akkor uraim, hogy is van ez a helyzet hirtelenjében? Jó, minden nagyobb szériájú gyártások sokat tesznek. Az a technológia, amit a fejlődés hozott, stb. Tehát ez is úgymond jó irányba megy, de ma ez a helyzet. Igen, igen. Igen, a zöld áram nevű valami. Na hát most, hogy a németeknél parlamenti választások vannak, szépen előjöttek, hogy a német energiapolitikát úgy elhibázták, ahogy csak lehet, az a megújuló energiaforrásokra való építkezés, a szélerőművek, naperőművek, azok egyáltalán nem tudják elvárni az országot, tehát itt baj van, és kemény áramimportra szorulnak. És az a kiszámolás, hogy és mikor lesz az, hogy megújulóból a német állam ellátja magát, a mai parlamenti felszólalók azt mondták, hogy olyan soha nem. Most persze csapkodnak a politikai véleményekkel, de legalább beszélnek róla. Pontosan. De nem könnyű. Hát nem. De nem könnyű téma. Nehéz. És ki vannak jó helyzetben? A franciák, akik tele vannak atomerőművel. Pontosan. De ott nincs probléma.
Kérem szépen, nehéz ez kérdés az. Jönnek, jönnek, vannak. Jézus Mária, nem. Gyorsan még ezt a párat nézzük meg, végigmegyünk, hogy szintén Kristóf, nem a motorból származó részecskék, fékporgón és a többi szűrésre van valami innováció? Hát igen, erre van. A fékbetétet azt ugye mondtam, egyébként a gumiabroncsok leválásából, stb. És akkor, ha már nagyon keresünk csomót a kákán, jön vissza a lovas kocsira, nem? Hát igen, de inkább azt akarom mondani, hogy ezekből a nemes fémeket, ritka fémeket tartalmazó katalizátorok, a koromszűrő is tele van platinával. Ezekből egy mikrorészt kihord a kipufogógáz, kikoptat. Úgyhogy, igen, na hát ezt is lehet mondani. Igen. Menjünk tovább. Igen, állítólag több kárt okoz a részecske, Péter Bánki írta, állítólag több kárt okoz a részecske szűrő, mint amennyi haszna van, mert kisméretű koromrészecske sokkal károsabb az egészségre, ez kérdés, ugye ezt írta. De ezt nagyon jó, nagyon jó. Igen. Azok az új, gázolajba fecskendező rendszerek a dízelben, a nagy nyomások és sok minden jellemzője még van. Részecskeszűrő nélküli kipufogógáza sokkal veszélyesebb, mint a régi Csepel 350D-jé. A részecske méret elsősorban, meg a nagyobb égési hőmérsékletek miatt, átlag égési hőmérsékletek miatt. Na, ez nagyon jó, végre, igen. Igen, de a koromszűrő, és tessék megnézni tudományos igényű dolgokat pontosan kimérve, ezt megfogja. Valamennyi kijön belőle, de ezek ilyen 1000%-ok. Tehát megint az van, hogy keressük azt a legkisebbet, mikor a jótékony hatása sokkal nagyobb. Igen. Ennyi kijött belőle, de ez a fajta egészségkárosító hatás már összehasonlíthatatlan a korábbiakhoz. A dízel koromszűrő jó tétemény az emberiségnek. Mindig megmosolyognak engem, de nem tudom miért, mert nem látják, vagy nem néztek meg egy ilyen mérési eredményt, amely megmutatja, hogy részecske méret, itt nanókról van szó, tökéletesen szűrnek. Nincs olyan a világon, hogy tökéletes. Tehát valami van benne. Hát, ha megnyugtatom önöket ebben. Inkább szívesen írjon e-mailt és küldök mérési eredményeket. Tehát, ha valaki kíváncsi, akkor keresse az olyan karakterisztikákat, nektek. Vagy küldjetek nekünk, igen, továbbítjuk. Amelyik mutatja azt, még egyszer, hogy milyen a hatásfoka, és még egyszer azt, hogy nincs 110% hatásfok, örülünk 90%. Igen. Utolsó előtti, hogy Orosi Kristóf, aki már ugye írt, hogy erről szólna az általam belinkelt mérés, amit a levegő munkacsoport készített, valójában nem érkezett válasz. Igen, nézzünk, hogy lehet, hogy itt van. De ugye válaszoltunk, csak nem tudtunk pontosan válaszolni. A levegő munkacsoport, hát most vagy betölti, vagy nem. Igen, jó, de ne várjátok, hogy én megnézek. Mérni tudni kell, a mérési körülmények, a mérőműszerek és egyebek, ez nem olyan, hogy 5 deka vagy 10 deka. Igen. Szívesen áttanulmányozom, sőt, megkérdezem, ennek vannak Magyarországon kiváló szakemberei, és megkérdezem, hogy van-e ennek valami olyan trükkje, amit tudni kell hozzá, vagy kérem, ez így van. Pontos, ez egy nagyon jó eset. Igen, megváltjuk. Jó, mindenképpen akkor szeretném látni. Utolsó kérdés, szintén volt ide József. Régen is foglalkoztak a káros anyagokkal, vagy csak mostanában divat? Nem akarok rá válaszolni, mert szeretném, ha te válaszolnál rá, viszont én azt olvastam, meg talán az egyik pódiumbeszélgetésben hallottam, hogy 90-es évekig nem, vagy csak elenyészően foglalkoztak ezzel, ugye? Bocsánat, azt nézzük meg, hogy valamikor nagyon régen, ugye a szén monoxid volt az, amelyikről tudtak, mert garázsban rosszul lettek, mert a forgalomirányító rendőr, aki a kereszteződés közepén
állt a dobogón, az rosszul lett, a vámosok rosszul lettek, és ez a CO miatt, tehát a szénmonoxid miatt. Fogalmuk se volt, hogy nitrogénoxid tartalma van a kipufogógáznak. Ez a 60-as évek elején derült ki. Mert jött a fotokémiai füstkör Los Angelesben. Onnan datálódik minden, és a vegyészek elkezdték nézni, hogy mitől, mi ez, hogy fotokémiai füstköd. És akkor látták, hogy a kipufogógáz nitrogénoxid tartalma és szénhidrogén tartalma napsütés hatására, stb. Olyan vegyületeket hoz létre, amelyik ezt a ködszerű képződményt hozza. Tehát ez nem régi dolog, 60-70 éves, annyi van. Na most attól kezdve, hogy a különböző levegőtisztasági törvények, először Kalifornia, után Egyesült Államok és Európa, ez egy lassabb folyamat volt, ezt át kellett vezetni, az autóiparnak itt nagyot kellett alkotnia, az úgynevezett három komponensre ható katalizátort fel kellett fedezni, tehát ez egy lassú folyamat, de tudjuk, hogy mikor indult, honnan indult, és aztán politika lett belőle. Mindenből. Szenátorok elkezdtek kiabálni, hogy Amerika kipusztul, ha az autógyártók nem csinálnak valamit, tehát egy kényszer folyamat is megindult a dologban, és eljutottunk napjainkig. Még egy kérdés van, szintén Kristóf Orosi, és talán még nekem is lesz egy. Érdekelne a mérés eredmény mindenképp, például Euro 5 DPF kiiktatásával mekkora a különbség, mekkorát árt, aki kivágja. Én erre azt mondom, hogy szerintem az úr keressen meg téged e-mailbe. Hát persze lehet, jó, tegyük tehát hozzá annyit, hogy azért kellett felszerelni a koromszűrőt minden dízelre, még olyan kiválóra is, mint a Skyactiv D a Mazdától, mert azok a határértékek, amit az többek között az Európai Unió vagy az USA állított, az enélkül nem teljesült. Tehát az autó nem kerülhetett forgalomba. Föl kellett szerelni rá ezt a jószágot. Ez ilyen egyszerű. Mi is volt a dolog, hogy mennyivel több? Igen. Azt kell mondani, hogy pontosan annyi van, hogy nem kapott engedélyt az üzemeléshez. Igen, és ennyi. Na most az, hogy én kivágom, és hogy akkor milyen rossz teszek, az a baj, hogy az szokott lenni, amikor műszaki vizsgán is ugye valaki megbukik esetleg kipufogógáz problémája miatt, akkor is azt mondja, hogy jó, ez egy globális probléma, értem, de miért éppen engem sújtotok? Hát, és akkor a vizsgabiztos elsírja magát vele, az ügyféllel együtt, és aztán megoldják a problémát, idézően. Na jó, erről ennyit, ez már csak inkább a humor része. Volt-e még valami, vagy te kérdezel? Nekem lenne még egy kérdésem, és szerintem akkor le is zárjuk a beszélgetést, és folytatjuk majd egy következőbe szerintem megint, hogy ugye itt visszatérve a régi retro autókra, ugye kiragadtam az előbbi beszédetből, ugye mai fiatalok. Ugye mai fiatalok, ugye azt mondjuk, az a 20-30 éves korosztályig gondoljuk most őket, hogy őket már nem érdekli annyira az autó, mint minket. Meg ugye a tőlem idősebb generáció. Én is úgy gondolom, hogy ebben van igazság. És ugye én pont ezen gondolkodtam. Ez most teljesen más téma, mint amiről eddig beszéltünk, csak kíváncsi vagyok a véleményedre. Ugye te egy öreg motoros vagy a szakmában, bocsánat, régi motoros és egy nagy tapasztalattal rendelkező ember, akire én mindig is felnéztem és felnézek, mert azóta is mindig olvasom az írományaidat, hogy most felértékelődtek az öreg autók, ugye? Tehát egyre drágábbak az öreg autók. Mi értékeljünk ezeket? A mostani generáció, ha nem fogja őket értékelni, akkor most nálunk mondhatjuk, hogy horroráron magasak az autók, a régi járművek, vagy most mindegy, hogy autó vagy nem autó, a régi retro járművek. Létezik, hogy 20 év múlva ezek nem fognak érni semmit, mert ez a generáció azt mondja, hogy hát apámnak érték volt, de nekem igazából semmit, kidobom. Figyelemre méltó
az a gondolatsor, amit mondasz, és lehet is benne valami, hogy az a baj, hogy nekünk ehhez van gyökerünk. Igen. És nekünk ehhez nagyon kevés a gyökerünk, tehát egész biztos, hogy az érteklődés valamennyire vissza fog menni. Gondolj bele a fényképezőgépek sztoriába, hát a filmes, lencsés, csodálatos gépek, és aztán utána, amikor a digitálisra átálltunk, akkor a régi fényképezőgépek gyűjtése szeretete ki fog kopni. Már nem tudja, mi szűkebb körbe lesz egy gyűjtői, cserekör, baráti kör. Igen, én is úgy gondolom, sajnos, hogy mert ma azért ennek nagyon nagy divatja van. Ez főleg divat, igen. Igen. Tehát azért ugye, nem is tudom, talán a Spindler Tibor szokta mondani az előadáson, hogy azóta már nem autó az autó, amióta kivették belőle a gázból fent. Ugye, ha jól emlékszem? Bizonyára most értem, nem emlékszem, hogy... Mert tőle szoktam ezt, hogy tőle hallottam már ezt, de tulajdonképpen ugye a 90-es évek, legalábbis szerintem a 90-es évek voltak azok, amikor még úgy az autó-autó volt. Ugye itt van a hangja, tehát az, hogy szintetikus hang, és a Fiat 500-as villanyautómra most Ferrari hangot teszek ma, és holnapra pedig nem tudom milyen Audi TT-ben, ez szintetikus világ, ez igen. Nem hiszem, hogy ez megy. Örüljünk most annak, ami van. Ami van, mert mi most ezt éljük meg, ezért dolgozunk, úgyhogy. És szeretjük, amit csinálunk. És szeretjük, amit csinálunk. Köszönöm szépen a riportot. Pontosabban nagyon szívesen, kedves nézőnknek is. Pontosabban az, hogy ilyen széles körben válaszoltál mindenre, mert ugye nem csak a járműhajtásláncról beszéltünk, mikor észrevettem, hogy hoppá, retrovasaton indította el az adást. Köszönjük, hogy néztetek bennünket. Ha bármi kérdésetek van, akkor a Facebookon megtaláljátok az Autotechnika folyóiratot, autotechnika.hu néven vagyok fönt a Facebookon, és oda nyugodtan lehet írni. Dr. Nagyszokolyai Ivánt keressétek, és fog válaszolni nektek a kérdésekre. Köszönjük, igen. Köszönjük szépen. Az újság honlapja autotechnika.hu van, és ott, hát mit mondjak, 8-9 ezer cikk szabadon elérhető, tehát van mit olvasni. Pontosan, hát én is szoktam mazsolázni benne. Igen. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Sziasztok.